Egy mondás szerint az élet sokféleképpen próbára tudja tenni az ember kitartását. Vagy azzal, hogy nem történik semmi. Vagy azzal, hogy minden egyszerre történik. Ez ránk teljes mértékben igaz volt az elmúlt 2 évben. De ami most történt, arra nincsenek szavak. Az ember mindig azt mondja, hogy sosem jó, ha valaki meghal. Főleg, ha az a valaki közel áll hozzád. Sajnos ez történt velünk is. Viszont minket a legközelebbi hozzátartozónk, az édesanyánk hagyott itt. Minden olyan hirtelen történt. Bár tény, hogy régóta nagyon beteg volt, de erre akkor sem számítottunk, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire leromlik az állapota. Egy hónapja még a moziban ültünk és néztük a filmet. Együtt főztük a karácsonyi vacsorát. Akkor még mindannyian bíztunk benne, hogy a kezelések segíteni fognak, de nem így lett. Hogy mit érzek most, azt egyszerűen nem tudom szavakkal elmondani. Próbálok erős lenni, még a sírást is olykor visszatartom, de nem mindig sikerül. Ha csak arra gondolok, hogy egy hónapja még semmi jel nem utalt arra, hogy ez fog történni, csak nézem. Nézem a közös képeinket. És felidézem a közös emlékeket.
még. Nem. Na, kezdjük. Action. 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 Na, action. A hangot megint. Action. Na, léci, léci. Várjál, de nem is tudom, mi kezdődik. Pászta tália, jobb júi grúsi, páplu lítu, mányi nadrikói, műhágyi, la návirika csúsa, na viszóki béri nakutói. Műhágyi, la návirika csúsa, na viszóki béri nakutói. Emlékszem, gyerekkoromban mennyire anyás voltam. Volt, hogy sírtam, mikor elment otthonról. Még ha csak a sarki boltba ment is el, ott, ahol régen laktunk, képes voltam ordítani a sírástól. És később is mindig neki mondtam el előbb, hogyha volt valami, ami nyomta a lelkem. Nagyon szerettem őt. Mindig mindentől megóvott engem, ami csak szóba jöhetett. És borzasztóan fáj, hogy én ezt már soha, de soha többé nem tudom viszonozni. Ezt, amit értem tett. Csak annyit tudok tenni, hogy méltóképp veszek búcsút tőle, és hogy köszönetet mondok neki, hogy életet adott nekem, s mind azért, amit az elmúlt 21 évben tett értem.